Megemeli a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját, derül ki a jövő évi költségvetés tervezetéből. A Független Benzinkutak Szövetségét nem lepte meg az adóemelés, a DK pedig azt hangoztatja, hogy mindez az Orbán kormány újabb megszorító csomagjának része. A Híradónk által megkérdezett közgazdász úgy látja, hogy nagy a baj a jövő évi költségvetéssel. Az új költségvetésben szereplő jövedéki adóemelés a benzin és a gázolaj esetében 30-33 forint körül alakulhat. A benzin jövedéki adója például literenként 120 forintról 152 forintra nőhet, de ehhez még hozzájön az áfa. Vagyis átlagosan literenként körülbelül 40 forintos adóemeléssel kell számolni. A demokratikus koalíció úgy véli, ez újabb megszorítás. Az árnyék kormány szerint a megtakarítások megadóztatása és a benzináremelés az Orbán kormány újabb megszorító csomagjának részei, amelyek tovább fokozzák az orbáni inflációt. Az áremelések és az adóemelések miatt egyre kevesebb marad a magyarok fizetéséből és nyugdíjából, a félretett pénzüket pedig adókkal csapolják meg. A Fidesz közleményben reagált a DK sajtótájékoztatójára. Azt írták, a megszorítások Gyurcsány és a baloldal mániája. Ők azok, akik a mostani háborús időkben is el akarják törölni a rezsicsökkentést, a családi adórendszert, a családtámogatásokat. Továbbá hozzáteszik, hogy a benzin jövedéki adójának emelését Brüsszel évek óta követeli Magyarországtól. A Független Benzinkutak Szövetsége számított arra, hogy hozzányúlnak az üzemanyagok jövedéki adójához. Az olajárak is, meg a nemzetközi gazdasági előrejelzések nagyon labilisak 24-re vonatkozóan, tehát elképzelhető, hogy ez a 32 forintos, illetve bruttó áfás 40 forint fölötti üzemanyag árnövekmény nem lesz észrevehető, mert csökkennek az olajárak. Ha viszont az olajárak jelentősen növekedni fognak, akkor elég brutál árak alakulhatnak ki Magyarországon, mert ugye a záfa az 27%-os, az rekordmagasságú Magyarországon. Az autósoknak nem csak a tankoláskor kell majd mélyebben a zsebükbe nyúlni. Jövőre ugyanis a gépjárműadót egyszerre kell majd befizetni. Azaz az eddig megszokott két részlet helyett a teljes összeget 2024-ben április 15-éig kell kiegyenlíteni. Róna Péter szerint a kormánynak égető szüksége van további források előteremtésére. Nagyon nagy a baj, ráadásul ugye a jelenlegi állapotok szerint a Nemzeti Bank idei vesztesége 1500 milliárd forint lesz. Tehát a költségvetésben semmiféle strukturális javulás nem látható. Az EU-s források nem jönnek, úgyhogy nem az van, hogy jó, most akkor valahogy átvészeljük ezt a következő 5-6 hónapot, és aztán látjuk már az alagút végét. Nem látjuk. A közgazdás szerint a költségvetési tanács nagyon nehéz helyzetben van. Róna Péter elképzelhetőnek tartja, hogy Matolcsy György nem fogja támogatni a költségvetést, és akkor a tanács másik két tagján, az állami számvevőszék elnökén és a tanács elnökén fog múlni a büdzsé sorsa.